kérdik, hogy sem meséljük. Fügét vagy vinnyét? Megkérdik, hogy sem megakadt a ajándékunk a város előjáróját. Tojákkamrában egy szép nagy vinnyét, meg néhány szem konyat fügét. Tanakodott, melyiket vigye ajándékba, de nem tudott dönteni. Hé, ne légy olyan kicsi, ripakodott el a felesége. Vinnye nagyobb is, finomabb is, nem sokkal jobb ajándék, mint ez a néhány fügyet fügye. De hiába beszélt a kocsán, ő a figyelembe döntött. Becsomagolta, útnak indult. Mikor az előjáró előtt kivontott ezt a néhány fontos figyét, elkültötte a hatalmasság kidegült. Te, hogyha, talán csak nem örökkel a fonyat fügékkel akarsz ennél megolyándékozni. Azzal kapta a fügéket, és egyenként a kocsa fejéhez vontosta. Ő azonban ahelyett, hogy jajgatott volna, hálásan kiáltott fel valahányszor egy-egy füge. Az óra végén, szemelődrében, fület elén szép locsant. Hála az ígnek, hála az ígnek, hála az ígnek. Hogyha, te mit hálászkodtuk? Megbolondultál? Épp ajándékaidat velem a fejedhez. Ó, uram, nem tudod te, mekkora az én szerencsém. Nem hallgattam a feleségem tanácsára. Azt akarta, hogy a fügék helyett egy nagy, élet vinnyét hozzak neked. Hát ha ráhallgatok, most a fejemhez vinnyét csapnál, tám még a koponyám is betörnéd.